Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. The meanest cat from old Chicago town. Simon Kornél és Jani Csák-Meca, köszönjük a táncosoknak is. Gyakorlatilag szétesett a ház itt a stúdióban, a zsűri állva táncol. Segítek Mecának, de később. Hát gyerekek! Hát az most mindegy, hogy egyébként csak a 70-es években is csak a Dili házban táncoltak, így ez mindegy. Olyan lehet. Egyébként én voltam a hajtervezője Kornélnak, én mondtam, hogy Starskyba kell nyomni. Kettő dolog járt a fejemben, amikor néztem a Kornélt a színpadon. Az egyik az, hogy mekkora buli van a zárt osztályon, elképesztő, nem? A másik pedig az járt a fejemben, hogy remélem nem fiam lesz. Ne feledd, Tibi, tőled tanult táncolni a kollégiumban, tudod? Minden tőlem tanult, amit tudod. Fie, rengeteg dolgot fölírtam magamnak. Alapvetően Kornél karaktere zseniális, hogy tényleg olyan volt, mint hogy egy ilyen pszichopatát felfalt volna a diszkógömb, nem? Zseniális volt, és tényleg volt a dologban egy olyan őrület, ami a Kornélnál nem volt eddig, és szerintem ezt díjazni kell. Most először én mindig eddig a Vecát néztem, és a Veca rabolt el a tekintetemet, és most először a Kornél annyira tolta, és most is néztelek, és most is fantasztikus énekesnő, és gyönyörű vagy, de a Kornél ezt az éneklő pszichopata karaktert olyan szinten csúcsra járatta ezt a... Teljesen olyan, te ezt az ilyen alufóliában csomagolt, megőrült John Travolta valamilyen szörnyszülött, tehát nem tudom ez mi volt a karakter, de elképesztően. Mert te nem emlékszel a Bonnie ember arra az emberre, aki ott táncolt, megközelítőleg hasonlóan, mint a Kornél. Nem tudom, hogy ilyen volt, de ez, amit csináltál testvérem ebben az űrruhában, ez zseniális volt. Zseniális. Andi, és Veca még énekelt is. Hát én a könnyeimet törölgettem, mert azért ez tényleg minden képzeletet fölülmúlt, de azért igyekeztem a realitást megőrizni is. Hogy? Mert úgy, hogy a Vecára is figyeltem néha, ja. Mert baromira jól énekeltél, meg dobtál a végén egy olyat, ami abszolút szokatlan volt, nem csak hogy tőled, hanem a daltól is, de tőled aztán végképp, és egy megőrültél egy kicsit te is. Nekem ez tetszett. Meg kellett, muszáj volt. Teljesen kiegyenlített téboly volt itt a színpadon. Én azt hittem, hogy megpusztulok. Köszönöm az élményt. Azért Veca fejdíszese semmi, nem? Ez a űrbéli Miki Egérnő. Kuki. Hát figyelj, Kornél, te egy szuper örült vagy, de jó értelmeben.
Hát micsoda műsor itt a színpadon! És komolyan mondom, mikor becsuktam a szemem, majdnem hallottam az eredeti Bonnie-em. Annyira jól tudtál otánozni az énekes hangja, hogy hihetetlen. Köszönöm. És jól mondta Tibi és Andi, hát tényleg az az őrült nézés, amit benned van. És a Vecza, hát Vecza, te is benne voltál a buliban, követel a Cornel, figyelj, zseniális, na erről szól Anna Duett, tényleg, gratula! Isteni, isteni! És nem csak megdicsért titeket a zsűri, ne felejtjük, állva tapsoltak a produkció végén, azért ez elég jó. Attól még simán lehet, hogy 6 pont. Hogy egyébként volt kollégiumi társadnak 6 pont. Egén belettünk, azt mondtam Andinak, álljunk már föl, viccüket elmaszkásodtam. Akkor mondj valami sztorit, hogy Tibi, hogy táncolt annak idején? Rohadt jól. Nem táncoltunk. Rohadt jól táncolt. Igen, rohadt jól. Rohadt jól táncolt TV, igen. Na, jó, tartunk. Akkor nézzük meg a pontokat. Kuki, te kezded. Elfelejtettek mondani mi valamit, hogy ezt megvettem 10 pont! Köszönjük szépen. Volt, aki eladta, igen, meg lehetett venni. 10 pont megvan, megyünk tovább, Andi. Hát én iszonyatosan jól éreztem magam. 10 pont! 10 pont! Tibi. A NASA kéri vissza egyébként Kornéltől ezt a fényvisszaverő anyagot, meg kell a Mars expedícióhoz. 10 pont! Köszönjük szépen! Harmadik 30 pontos produkció ma este, gratulálunk nektek, ez szuper jó volt!